Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak. Fifika, azaz Ficsó Zoltán. És Krisztián alias Mojó. Na. Na. Hát megint itt vagyunk, na. Megint itt vagyunk, na bizony, és nekem nagyon pozitívak a benyomásaim a múlt héten elindított kis Facebook csoporttal kapcsolatban, ahol mindenki föltehette a kérdéseit. Ezzel kapcsolatban úgy gondoltuk, úgy hárman, hogy csinálunk egy külön blokkot a végén, csak a kérdésekre szentelve az időt, majd meglátjuk, hogy mennyi kérdés fér bele. Nem gondolnám, hogy túl kell ezeket nagyon misztifikálni és beszélni. Ugyanezeken a vonalakon fogunk haladni, ahogy eddig, csak olyan dolgokat is meg fogunk említeni, amiket ti, a hallgatók, érdemesnek vagy érdekesnek gondoltok. Viszont akkor kezdjük az aktuálissal, és kicsit borítsunk a tematikán. A külföldiek elé szerintem szúrjuk be azt a nem vállalt helyreigazítást, amit mi nagyon szeret, én legalábbis nagyon szerettem volna, de akit felkértem rá írott formában, ő nem vállalta, vagy ők nem vállalták, ez pedig a Füstleves blog lenne, akik múlt heti adás előtt valamivel kitettek egy e-cigaretta körképet 9. hó 26-án, és akár pozitív is lehetett volna a kicsengése az írománynak, sok-sok bekezdés, hát nem sok-sok, több bekezdésen keresztül írta a tényeket, és hogy honnan indult, merre tart. Majd annál a bekezdésnél, hogy mi a baj az e-cigivel, valamiért nem jut nyugvó pontra ez a vita, ott egy picit elszaladt a ló rossz irányba. Ezt szeretném, hogyha kibeszélnénk, mert itt azért utána vannak erős csúsztatások és olyan elnagyolt dolgok, úgyhogy én végigmennék ezen, amit én érdekesnek és érdemesnek tartok, és aztán cáfoljátok ti szóban nyugodtan. Én leszek most a rossz zsaru. Jó. Tehát mi a baj az e-cigivel? Azt mondja, rögtön jön egy német rákkutatóközpont közleményével, mi szerint nem veszélytelen az e-cigaretta használata. A nikotinon kívül is vannak benne olyan anyagok, melyek a légutakat ingerlik, ezek akár rákkeltők is lehetnek, például a formaldehid, acetaldehid, akrolein, nikkel, króm, nehézfémek vagy egyéb szennyeződések, melyek a gyártási folyamat során képződnek. Bú. Bú, bú, bú. Egyébként, ha valaki utána néz az eredeti kutató, vagy anyagnak, amit kiadtak, tehát ez a nesze semmi, fog meg jó kategória, fogalmunk nincs, hogy ezt hogy vizsgálták, milyen likvidet néztek, mit vizsgáltak, milyen eszközön, tehát az összes olyan mérési szabályt áthágták, amit ilyenkor át lehet hágni. Egyébként meg szerintem teljesen jellemző az egész agyament e-cigaretta ellenességre. Nem is tudom. Tehát ez a kézrátételipar. Én mindig úgy szoktam jellemezni, hogy ugyan azt nem hisszük el, hogy a cigarettától megdöglünk, de azt elhisszük, hogy az e-cigaretta micsoda nehéz fémeket tartalmaz. De kimész öcsém Pesten a nagykörútra, mondjuk egy ilyen délutáni csúcsforgalomba, a több százszorosát tudod a tüdőt bepréselni annak, amit persze, egy e-cigarettába találsz. Most akkor mi is ott tartunk, ahol ők, hogy ezeket az üres lózungokat mondjuk. Mondjuk azt például el, ami pont az előző, vagy az azt megelőző adásban ugye kitértünk a nehéz fémekre. Pont a falszarinos dokinak az összefoglalása. Így van. Igen, és benne volt, hogy mi az étel, amit ha megeszünk, akkor összehasonlítható mértékben ugyanannyi ilyen, vagy tehát nikkel, króm és ezek a divatos
gyűjtő szavak, hogy nehéz fémek, vagy egyéb. Tehát mindig nehéz fémek, tök jó, könnyű megfogni, vagy egyéb szennyeződések. Tehát, hogyha innen indulunk ki, akkor ez már bukott, és akkor ott van még a formaldehid, acetaldehid, akrolein, meg ezek a nagyon divatos, mindenféle hidvégű vegyületek, amiket itt említettek. Ugye írják még, és akkor itt belinkelték az indexet, hogy ha kivesszük a patronból a nikotint, akkor is számtalan veszélyes anyag. Igen, az külön van benne egyébként. Tartalmazhatnak. Dietilén glikol, légzési zavar, tetrametilpirazin, agykárosodás, és a nikotin tartalom sem feltétlenül annyi, amennyit feltüntetnek rajta. Hanem mennyi. De annyi. Mert egyébként honnan tudja, hogy mennyit tüntetnek fel rajta, és ahhoz képest mennyi az eltérés. Figyelj, a feltüntetethez képest szerintem lehet, mit tudom én, maximum 1%-a kevesebb, mert azt tudjuk, hogy ha sokáig áll egy likvid, mondjuk pár hónapig, akkor veszthet a nikotin tartalmából. De kizárt dolognak tartom mondjuk, hogy 8 helyett 12 legyen benne, vagy 8 helyett 3. Tehát én azt hiányom ezekből a dolgokból, hogy valahogy ha a mi oldalunkat támogató elemzések jönnek ki, akkor valahogy mindig benne van szépen tudományosan levezetve, hogy ezeket és ezeket vizsgáltuk az aktuális termékek közül, ilyen módon választottunk mintát, ilyen számosságban így vizsgáltuk. Ezekben sosincs benne, hogy fogtunk 100 gyártónak, akinek most a piacon forgalmazott bigyóját, megnéztük, hogyan néztük meg, összehasonlítva, hogy ezekből az anyagokból, a cigarettából mennyi jut beléd, mert ugye azzal kéne összehasonlítani, tehát én a megfelelő tudományos megközelítés és megalapozottságot mindig hibát találom ezekben. Részükről megvan, ugyanis részükről az a tudományos megalapozottság, hogy amit a Google keresője kiad, és azt egy weboldal, ugye, mint ahogy már említettük, leközli, az nekik kész tény. És hogyha sok link van egy cikkben, akkor az tudományossá válik. Én a forrásmunkákról beszélek, igazából. Persze, nem persze, igen, de ők olyat forrásmunkáznak, mint egy index, bulvár sajtónak is tekinthetjük, vagy ahol azt mondják, hogy a Német Rákkutató Központ közleménye. Basszus, felsorolok két cuccot, mondjuk a dietilenglikolt, ami egyébként ugye légzési zavarokat okozhat, tetrametilpi, igen. De milyen arányban? Mennyit találtak benne? Kimutatható mennyiség volt? Egyáltalán érted? Tehát fogsz egy pohár vizet, fogadjunk, hogy találsz benne valami ilyesmit. Teljesen tudni. Tehát igen, a dóz... Érted, megvizsgálsz egy köbméter levegőt bárhol a világon, tudni, hogy lesz benne 3-4 molekula rákkeltő anyag. És akkor ne vegyünk levegőt, bazd meg, mert rákkeltő. Én amondó vagyok, hogy szerintem Fifika benned is tudni, hogy van króm, úgyhogy a következőt nem ülök melléd, mert lehet, hogy rákkeltő. Figyelj, azért nem rozsdásodok. Ennyi. Egyébként ott van egy nagyon autentikus vizsgálat, 30, és még egyszer mondom, 30 egészséges, nem dohányzóval végzett vizsgálatot. 5 percig nikotin nélküli e-cigarettát kellett szívniuk, és az utána következő légzés vizsgálatnál azt tapasztalták, hogy már ez is jelentős légúti összehúzódásokat és gyulladást okozott a résztvevőkben. 5 perc alatt nem lehet. Várjál, elsiklottál a lényeg felett. 30 egészséges, nem dohányzó. A nem dohányzónak bazd meg, hogy bármit, ide? Bármit szivathatsz vele, ami nem levegő, meleg, gőz, irritálja. Ha egy dohányossal csinálod ugyanezt, vagy miért nem szivattak, hát nem látom itt, 30 egészséges nem dohányzóval cigarettát szivattak. Van ilyen? Nincs. Nem tudtak volna 5 percig, de lehetett volna nikotinmentes cigarettát, de ilyen gyógynövényes szart szivatni velük, és akkor megnéztem volna, hogy 5 percnyi használat után mit tettek volna. Milyen légzés funkciójuk, vagy... De mi az, hogy 5 perc alatt légúti gyulladást lehet kapni?
Ez egy baromság. Ez még csak a jéghegy csúcsa, mert hogy itt írják a nikotint is, melyről eddig ugye azt hittük, hogy nem felelős a rákért, de tudományosan le van írva, messze is van, jól is hangzik, Virginiai Bioinformatikai Intézet kutatása azt igazolta, ez hogy a olyan, mint nikotin, a Csepeli. Igen, olyan mutációt képes okoz, na, ho-ho, helyes írási hiba, olyan mutációt képes okozni a sejtekben, amely nagyon hasonlít az úgynevezett oxidatív stresszhez, a rák egyik ismert kiváltó tényezőjéhez. Ez azt jelenti, hogy a nikotin önmagában is képes lehet hozzájárulni a rák kialakulásához. Erről olvashattok, és itt egy tudományos link szintén, ugye. Már megint tévképzetek, meg feltételezések. Tehát, hogyha ez most egy... mi most a divatos? Ha ez most egy bankper lenne, és ezt a bank részéről fölhozta volna a védőügyvéd, akkor azt mondta volna neki a bíró, hogy ezek feltételezések és nem tények. De hát az összes vádaskodás feltételezésekre, meg lázámokra alapszik. Nincs egy rohadt érv, ami megállná a helyét, amit szajkóznak, szanaszét. Jönnek persze megint a WHO-val, meg ezzel a hülyeséggel, hogy semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá, hogy segít a dohányzásról való leszokásban. Uraim, egy csodálatos korban élünk, én ezt leszarhatom. Mert a 12-es levesről lejöttem, és a 3-asat szívom most. 2,5 év után. Innentől kezdve a WHO megcsókolhatja a tisztára pucolt seggemet. De ha megnézed azt a részt, ahol a WHO várvált jelentéséről ír, akkor én abban például semmi olyat nem látok, amit mondjuk mi már eddig önszabályzó módon ne tettünk volna meg. Vigyázunk arra lépten nyomon, hogy ne mondjuk azt, hogy ez leszoktató. Soha egyetlen egy vaper nem mondott ekkora baromságot, hogy az e-cigiből csak vízpára jön, mert akkor azt nem e-ciginek hívnák, hanem gőzkabinnak. Aztán ugye leszokásról beszéltünk, és hogy ezt a tényt semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá, na az önmagában baromság, mert ugye tudod, tudjuk, mi jutott eszembe, Fifika? Mi? Hát tulajdonképp mi leszokunk. Leszoktunk. Leszoktunk hát, a rákkeltő a cigarettáról, anyagokról. Így van, meg a rákkeltő anyagokról. Ez így van. A nikotinról nem szoktam le, de a dohányzás... Égetett dohány fogyasztásáról. Igen, igen. És azt hajlandóak sokan elrontani, vagy félreértelmezni, hogy cigarettát sem a dohányért szívsz. Cigarettát azért szívsz, mert az egy nagyon kényelmes vivőközege a nikotinnak, mint egy ilyen stimulatív, majdnem drogot mondtam, de... Mint a legmasszívabb természetes nikotinforrás. Igen. Adja magát, hogy erre használják föl. Igen. Egyrészt, másrészt ugye, mint tudjuk, Kolumbusz óta azért tettek azért a dohánygyárak, hogy a felszívódás gyorsító különféle vegyületekkel kezeljék a dohányt. Mújó, te nem voltál itt, emlékszel? Emlékszel, Fifika, hogy mikor beszélgettünk a Blackivel, és a kezébe szedett valami ilyen dohánygyár által előállított elektromos cigihez hasonlító valamit? És elkezdte sorolni az összetevőit? Igen, és igen, akkor igen, felsorolta az mostani elikvidünk nikotin PG-VG aroma 4 darabjához képest 10-valahányat, és 4 édességszabályzó volt benne, mert volt benne természetes édesítőszer, aroma, ilyen édesítő, olyan édesítő. Ez így bízd a dohánygyárakra, akik ha valamit ízesíteni vagy kezelni kell, akkor azonnal beleöntenek 6 vödörrel valamiből, mert ehhez vannak hozzászokva. De erről nekem meg az jutott eszembe, most nem jut eszembe a terméknek a neve, de nemrégiben divatos ilyen terápiás eszköz, ez az aeroszolos torkon lövöd magad nikotinnal című történet, és annak az összetevői voltak összeállítva az e-liquid összetevőivel, ugye az a 3+1 összetevő az e-liquidben, és a jobb oldalt meg a nikotinos aeroszolos lófűtnek az a 8-10 hidre végződő
különféle holmiai, és mégis azzal semmi probléma nincsen. Úgyhogy igen, ezek tele vannak szeméttel, basszus. És ehhez ugye, vagyunk mi, és... ugye a cikknek a, szerintem az egyik leg... hogy is mondjam ezt, a legtrollabb része az az, amikor azt írja, hogy e-cigizni jó, és innen már csak egy lépés, hogy elveszem az e betű, az e betűt a cigizni szó elől, és marad a cigizni. És jó, akkor... Képzeld, hogy meddig gondolkozott ezen? És akkor, hogyha én azt mondom, hogy vépelek, baszki, akkor mit veszel el belőle? Hát elveszi a vét, és akkor épelek. Épelek. Hát persze. Épelek. Hát persze. Na, de átsiklottál, hogy amit olyan sokszor mondtunk, és, vagyis cáfoltunk, bocsánat, mert írják megint, hogy egyre közkedveltebb a fiatalok körében, menőségi faktor, az e-cigi, meg az anyám kínja, meg hogy hány negyed millió fiatal használt úgy, hogy soha nem gyújtott rá. De hát statisztikák vannak, hogy ez hazugság. De én nem erre akartam egyrészt kiukadni. És ebből hány szokott rá a nikotinmentes e-cigarettára szerint? Hanem azt akartam kihozni ebből, hogy múltkor volt egy íráspont, valamelyik vépertárs vetette föl, hogy oké, ennyien használják. És? Tehát ez divatból valaki bemegy szerintetek a boltba, és vesz mondjuk 10, nem fogok elrugaszkodni a nagy talajtól, 12 ezer forintért egy kezdőszettet, vagy elküldi a haverját, és keresnek egy olyan trafikot, ahol tud venni 1000 forintért egy doboz cigit. 1000 hát forint, 12 ezer forint, tehát ne jöjjünk ezzel. Szerintem igen, ez ott volt kommentnek is alatt, erre emlékszem, ez eléggé valószínűtlen, hogy egy 20 ezressel a zsebében nekiáll a 10 éves, és ezzel fog szórakozni. És ők felhozzák egyébként példának azt, hogy igen, ellentmondásosak a cikkek a neten. És akkor született egy írás az e-cigiről a, figyelem, dohányzásfókusz.hu honlapján. Hát, igen. Én is írtam egyébként a vízi bivajok nemi életéről, viszonylag kevesen értékelték. Erről nekem az jutott eszembe egyébként, már egy kicsit félre megy a történet, de most, hogy így említetted a dohányzás fókuszpontot, így beugrott nekem, hogy a WHO kapcsán is az nyomja föl rendkívül az agyamat, hogy ezek az emberek szerintem, tehát olyanok egy kicsit, mint egy struc, hogy finoman fogalmazzak. A homokba dugják a fejüket, mondhatnék más, hogy hova dugják, de inkább a homokot választom. És ezek az emberek nem láttak még vapert, de szerintem 20 éve dohányos se, aki ne egy Isten leszeretne szokni. Tehát ezek konferenciáról konferenciára járnak, a valósághoz a valóságot kizárólag statisztikai számokból ismerik, teljesen közük nincsen ahhoz, hogy mi zajlik. Tényleg, e-cigit testközelből soha nem láttak, és mégis megpróbálják megszabni, hogy a világban emberek millióit érintő módon milyen irányba menjenek ezek a dolgok. És akkor most rátérek arra, amiről ez tényleg eszembe jutott, hogy a dohányzás fókuszpontnál, amikor benn voltunk az Andorral, a Demény Tibornál, mert meghívott minket egy ilyen kis beszélgetése az Egyesület képviseletében, ott kérdezgette, hogy igen, és akkor ez nem csak úgy néz ki, mint egy cigaretta, mutassák már meg, és akkor ott megmutattuk a módjainkat. Tehát alapvetően egy ember, aki egy olyan posztban ül, és egy olyan posztból dirigál, és osztja az észt e-cigaretta kapcsán, hogy viszonylag magas a hierarchiában, ahol ő helyet foglal, és könnyedén tud befolyásolni másokat a véleményével, halvány, lila, gőze nincsen arról, hogy mi is ez az e-cigaretta. Ő is ezekből az összedobott WHO tanulmányokból, meg WHO körlevelekből tájékozódik, és a valósághoz semmiféle közük nincsen. Tehát, hogy ezek az emberek veszik a bátorságot ahhoz, hogy megszabják. Mert persze, egy ebola járvány esetében az azért kézzel fogható, és ott azért dolgoznak rajta valóban hozzáértő emberek, de ezek a politikus egészségügyisek, akik igazándiból tényleg abszolút közük nincsen ez az egészhez, hogy a viharba merik ezt megtenni. Mondom, hogy miut erről egy szó az eszembe, vagyis kettő, betanított munkás. Tehát annak is megmondott, hogy mit csináljon, azt csinálja. Nem tudja, jó-e vagy sem, azt csinálja. Ez pont olyan. Hát nekem inkább az a szinonima jutott eszembe, hogy képzeld el, amikor a kőkorszakban valaki kitalálja azt, hogy úristen, lehet pattintani a követ, ez milyen kurva jó, mert éles.
Erre a WHO betiltja, igen, de hát el lehet vele vágni a kezed, meg fertőzést kapsz tőle, meg nem tudom én mi. Meg a tűz, hát az veszélyes. És inkább ott maradunk a fán, érted? Látjátok egyébként az éles ellentmondást abban, hogy 1964. január 11-én Luther Terry, vagy Thierry sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz. Ismétlem a dátumot, 1964. január 11. Óvatos becslés szerint 74, 84, 94, 2004, 2014. Több mint 50 éve tudjuk, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz, és mégis meg tudjuk venni. Eddig, most ne is abból induljunk, hogy most már csak nemzeti dohány volt, bementünk a trafikba, vettünk egy doboz cigarettát. Tudta az eladó is, és az eladó, most ne az eladót értsük, hanem egyel följebb. Tudta ő is, tudta mi is. És akkor itt van az e-cigi, senki nem tudja, és legyen az, hogy mi se tudjuk. Nem tudja senki bebizonyítani, hogy rákos-e, vagy rákot okoz, vagy sem, egészségesebb-e, vagy sem. Mi, nekünk is van véleményünk, de nincs így kiírva, fölemelve a 400 oldalas dokumentum, hogy ez rákot okoz, és mégis tűzzel vassal kergetik az embereket. Hát, erről az jutott vissza, vissza a cigarettához. Igen, vagy ebbe az igazi disznóság az az, hogyha meggondoljátok, hogy évtizedek óta folyamatosan emelik a dohánytermékeknek az árát, és nehogy bárki is azt higgye, hogy ebből a dohánygyárak gazdagodnak meg, mert hogy ez mind-mind a jövedéki adó. Ugye az elrettentő stratégiának ez világszerte része, hogy azért megy a cigaretta áremelés, mert az majd elveszi az emberek kedvét a dohányzástól. És ugyan világszerte csökken, de nem olyan ütemben, mint ahogy ezt szerették volna. És ha ezt nagyon-nagyon lesarkítva megnézzük, akkor az állam azt mondja, hogy figyelj, drágább lesz a cigaretta, amiből nekem több pénzem lesz, úgyhogy ha annyira hülye vagy, hogy meg akarsz dögleni, legalább több pénzem legyen belőle. Hogy ez mi van, hogyan, és horror. Az annyira egész ellentmondásos és nyakatekert és ocsmány ez az egész. Bocsánat, még valamit akartam a WHO kapcsán mondani ez ügyben. Tehát a WHO irgalmatlan mennyiségű tudományos, akadémiai háttérrel rendelkezik. Irgalmatlan mennyiségű pénzzel is rendelkezik, tehát anyagi forrásai is szinte kimeríthetetlenek. És ideálnak és szekálják az elektromos cigarettát. Tehát ha létezik egy szervezet a világon, aki valóban hitelt érdemel, minden kétséget kizáróan átolt szetik, át tudná világítani az egész elektromos cigaretta kérdést, és komoly, hiteles állásfoglalást tudna tenni, az a WHO. Mit csinálnak? Költenek rá egy forintot? Nem. A legszarabb, leggagyibb, legtudománytalanabb elemzéseket és kutatási áltudományos eredményeket szétszincálják, mert még azokat se egy az egybe veszik át, mert néha még jót is megállapítanak, hanem kiszedegetik belőle azokat a részeket és félmondatokat, amik nekik jó, krom van benne, nikkel van benne, úristen. És ezekből összegyúrnak egy ilyen maszlagot. Tehát hogy a viharba képzelik ezt az egészet, és akkor vegyük őket komolyan, mert ők a WHO, hát nem már. Tehát ha valaki el tudná intézni, és tényleg tisztába tudná tenni ezt az egészet, a WHO-nak megvannak rá forrásai. Mit csinál? Sároz és tudománytalan szemétségeket hajigál szerte szét a világba. Ennyit a WHO-ról. Azt sokszor elmondjuk egyébként, hogy legyen az, amit ők akarnak. Legyen az, hogy kiáltsák ki, már pedig ezt nem olyan egészséges dolognak. De egy, legyen az, amit te mondtál, támasszák alá tudományosan. Tehát, hogyha a WHO azt tenné, amit kéne, akkor minden rendben lenne. Állapítsák meg, hogy nem olyan káros, mint a cigaretta, ahogy azt mi sejtjük. Mi sosem mondtuk azt, hogy ez, hogy az örök élet meg egy nap, és mindig elmondtuk mi is, gondolom nem csak mi gondoljuk így, hanem nemzetközi szinten is sok-sok réper, hogy akkor jó, szabályozzátok, vizsgáljátok be, auditáljatok cégeket, akik árulhatnak, bevizsgáltan, tudjuk milyen, és ráírhatjátok felőlem, hogy ha ezt szívod egész életedben, akkor egy hónappal kevesebbet fogsz élni, pont le fogom szarni. Csak akkor csináljanak már valamit azon kívül, amit te mondtál, ezt a
papíron kinyomtatva valami, és egy ollóval nekiesek, hogy épp ahogy tetszik, úgy szabom. És ez kicsiben azért remek példa ez a cikk erre, mert itt is ugye összeírták a gondolataikat, és amikor kulturált, szerintem kulturált formában föltettem nekik a kérdést, hogy akkor ütköztessük az álláspontjainkat, akkor az első válasz, érthet, én az az igazság, hogy szomorú vagyok, hogy ezt kell mondjam, de én értettem már az első nagy csöndből, hogy ez lesz a vége, és mikor másodjára is föltettem neki a kérdést, akkor annyival letudták, hogy köszönjük a felkérést, de nem veszünk részt a beszélgetésen. Mi elsősorban a hagyományos dohányzás kérdéseivel foglalkozunk ezen a blogon, az e-cigi két poszt erejéig jelent meg. A véleményünket leírtuk róla, és azt fenn is tartjuk. Tehát ez a, mondhatsz te bármit, én akkor is azt mondom, hogy ez szar. Igazából ez azért sánt itt, mert nem is a véleményüket írták le, hanem random emberek véleményét innen-onnan, és ezt összeolózták egy helyben. Illetve nem, a nekik tetsző véleményeket olózták össze. Ismerős valahonnan ez a nekik tetsző vélemények összeolózása, ez mintha két percet sem mondtad volna. És akkor egy kicsit vidámabb vizekre is evezhetünk most. Jó hosszúra nyúlt ez az első poszt. Rögtön második pontnál az Engadget megjelentetett egy cikket. Az elektromos cigaretta világát egy picit más szemszögből, nekem érdekesebb szemszögből, ezt már sokszor átrágtuk, hogy honnan indult, hova tart, milyen készülékek lehetnek. De ők egy picit most egy más aspektusból közelítették meg, és a modern világot akarják, vagy akarták megismertetni az emberekkel. Kis érdekes, semmi nagy tudomány nincs a cikkben egyébként, de hogyha valaki mondjuk a Blacky videóin nőtt föl, akkor láthat benne érdekeset, mert például itt van a sokszor-sokszor emlegetett screwdriver, vagy csavarhúzó, ahogy Blacky emlegette. Bizony, bizony. Itt van ez a készülék is, szerintem egy halál, a mai napig is egy halál szép készülék, és jól néz ki nagyon, és leírja, hogy ez az emberi gyarlóság van egy picit mögötte, mindenki egy picit másabb akar lenni, picit különbözni akar, és hogy ez indította tulajdonképp ezt az egész modmaker dolgot az e-cigi kapcsán is, hogy dobozokat csinálnak, ilyen elektronika, olyan elektronika, ezt tesz bele, azt tesz bele. Számomra nagyon érdekes volt, hogy honnan indult és hova tart ez a része is a dolognak. Ez egy ilyen kis apró érdekesség volt csak részemről. De jó volt végignézni a képeket. Van egy-két régi ismerős köztük. Illetve hát azért valljuk be őszintén, hogy a moddereknek köszönhetőek a... Ugye erről múltkor vitatkoztunk, hogy ezek most akkor a hanyadik generációsok, de a moddereknek köszönhetőek a felújítható készülékek. Nyilvánvalóan a tömeggyártóknak ez nem kedvez, tehát ők inkább a cserélhető kazánok, vagy betétes kazánokhoz vonzódnak, de a moddereknek köszönhető mindenféleképpen az, hogy ma itt tartunk, és valószínűleg, hogy a jövő erre felé haladnám a cigaretta alakú eldobható készülékek irányába. De látod, hogy például, hogy amit te is mondtál, ott vannak ezek a, ha úgy vesszük, akkor ezek a hagyományos ego méretű dolgok, amiket valakik megelégedésre használnak, és ezt nevezzük most mondjuk a tömeggyártásnak. Aztán ott vannak ezek a drága készülékek, szintén tömeggyártásban, de azért sok-sok hozzáadott mérnöki munkaórával. És akkor ott van a harmadik, akik tényleg ez az igazi kis otthoni manufaktúrában, és a saját tapasztalataikat, mint fémmegmunkáló, vagy faműves, ezeket használják
ahhoz, hogy valami teljesen önálló és egyedi produktumot Ezek készítsenek, már és művészeti alkotások némelyik. Igen, és nem szabad szerintem azon megrökönyödni, hogyha látunk egy olyan készüléket, aminek olyan szám van az árcéduláján, amit mi nem szoktunk meg, mert borzasztó sok munkaórája lehet annak az embernek abban, és ezt meg kell fizetni. Ebből persze mindig kevesebb fogy, kevesebb is fog fogyni, de mindig lesznek azok az emberek, akik ezzel akarnak kitűnni, hogy nekik igen, épp a minap láttam, nálatok is, vagy Fifikánál tudom, hogy biztos ott van a Prométej, nem tudom, látta, de hogy most az ukrán úriember elkészíti kis szériában ennek a 18-350-es, ha jól emlékszem, így van. Módját is. És nagyon kicsi a széria, tehát azt hiszem, hogy 4, nem emlékszem, hogy 40 vagy 400 darab. De pont ezek fogják fölértékelni a dolgot. Én úgy tudom, hogy mindenki kapni fog belőle, aki várta a kazánjára, hogy a jól ismert ukrán helyzet miatt azért onnan nehéz volt egy ideig postázni, és gyakorlatilag ez egy ilyen kvázi bocsánat kérő széria. Úgyhogy Andort várjuk majd egy beszámoló erejéig, hogyha lesz neki ebből. Na, és akkor szerintem haladjunk, mert van még annyi témánk, mint égen a csillag. Sok vagyunk, akkor elmondok egy jó hírt, ez ma érkezett Ridiammantól egyenesen Walesből. Ugye nemrégiben volt a walesi ottani parlament, amit ott assemblynek, tehát nagygyűlésnek, vagy valami ilyesminek lehetne fordítani. Minden esetre a walesi parlament elé kerül nem sokára az indítvány, hogy a közterületeken tiltsák be a dohányzáshoz hasonlóan az elektromos cigaretta használatát is, és walesi paper társaink pedig indítványoztak egy petíciót az ottani törvénykezésben, vagy törvényhozásban. Ez egy bejáratott dolog, hogy az emberek hozzászólhatnak és kezdeményezhetnek előtte petíciókat, nem csak itt nálunk, hogy egyik éjszaka eldöntik, és másnap reggel lenyomják az ország torkán, hanem lehet hozzászólni ezekhez a dolgokhoz. Minden esetre a walesi vaperek megjelentek a kis petíció eredményükkel az ottani parlamenti képviselők előtt, akik teljesen meg voltak döbbenve, hogy mik ezek, és van az éremnek másik oldala is, és egy hosszú, gyümölcsöző beszélgetést folytattak ott az ottani vonatjákkal, aminek az lett az eredménye, hogy a szavazás előtt, mielőtt ezt megszavazzák, valószínűleg be fogják hívni a vapereket egy ilyen bizonyítékegyeztetésre, hogy akkor mutassák be az érveiket, és mondják el, hogy akkor mégis hogy néz ki ez valójában. Úgyhogy ez egy egészen pozitív. Persze az is lehet, hogy ez teljesen, teljesen színjáték. Igen. Igen, lehet, hogy csak lekötik az energiáikat, meg minden, és csak porhintés az egész, de hogy alapvetően az is benne van a pakliba, hogy a walesi vaper képviselet oda mehet, és szépen elmagyarázhatja, hogy mi is van, miről is van szó, és miért is nem kéne ezt a közterületeken betiltani. Tehát vannak olyan szegletei a világnak, ahol még úgy tűnik, hogy lehet labdába rúgni egyszerű. Él még a józanész. Azt hittem, azt mondjátok, hogy ahol működik még a demokrácia. Nem, ilyen nagy szavakat mi nem merünk használni. De ha már a józanészről van szó, akkor gyorsan elmondanám a következőt is. Nemrégiben készült egy felmérés, gyorsan lesek. A dr. Kelly Kandra végezte a Plus One nevezetű ilyen tudományos, kvázi tudományos portálon a Tudományos Közkönyvtárnak egy ilyen online holmia, és 128 orvost, tehát gyakorló orvost kérdeztek meg, akik nem ezek az akadémiai WHO-szerű orvosok, akik utoljára embert 300 évvel ezelőtt láttak, nem, hanem... tehát ők a gyógyításban dolgoznak. Igen, aktívan praktizáló házi orvosok, őket kérdezték meg. A megkérdezett orvosok 64,7%-a az elmúlt 10 évben folyamatosan praktizált, és ezeknek a 85,2%-a heti több mint 26 páciens lát el. Tehát ezek rendes, igazi házi orvosok.
Na, és nekik a többségük azt mondta, hogy ők abszolút támogatják és egyetértenek az elektromos cigaretta használatával, a józanészből kiindulva, ez biztos, hogy lényegesen sokkal jobb, mint hogyha ezek az emberek dohányoznának, és hogyha csak az emberek 10%-ánál működik az elektromos cigarettára való átállás, az is a dohányos populáció 10%-ának az életkörülményeinek a drasztikus javítását jelenti. Tehát egy ilyen terméket betiltani, vagy törvényen kívül helyezni és csesztetni, abban semmiféle logika nincsen. Nagyon jól sikerült megragadniuk egyébként, tényleg pusztán a józanészről van szó, észlelték és fölfogták, hogy ez a dohányosoknak szól, a dohányosokról van szó, észlelték és fölfogták azt, hogy egy egyértelműen józan paraszti észre megnézve is egy lényegesen kevésbé káros történetről van szó, és innentől kezdve meg adott a kérdés, hogy akkor mi lenne ebben a rossz. Úgyhogy így, éljenek a praktizáló orvosok, akik találkoznak élő emberekkel, és menjenek a sunyiba a tudálékot seggfejek, akik meg dupla V-vel, H-val és O-val vegyülnek. De tudjátok, hogy mi azért érdekes, ezen múltkor gondolkoztam el, hogy homeopátiás készítményt meg lehet árulni patekába. Tehát, hogy az e-cigaretta az egy szar, de egy olyan cucc, amit olyan mértékben hígít az föl az alapító szerint, hogy gyakorlatilag a csendes óceán kevés lenne az utolsó hígításhoz, mert minél jobban fölhígítod az aktív anyagot, annál hatékonyabb. Tehát érted, így neki megy a józanész minden egyes. Minden, hát majd olvas utána a homeopátiának. Tehát, hogy az, ami árt, az kis mennyiségben gyógyít ez a egyik. Nyilván ettől sokkal összetettebb a dolog, de nem ez a lényeg, hanem hogy csinálsz ebből egy 10-szeres hígítást, aztán azt is 10-szer hígítod, aztán azt is, és nem tudom én, 100 ilyen eljárás után, tehát egyszer ezt valaki kiszámolta, hogy ha egy köbcentivel kezded, akkor a csendes óceán kevés a végéhez, de az a lényeg, hogy minél jobban fölhígítod ezt a dolgot, annál hatékonyabb. Érted? Mert én nem. Tehát, így szembe megy a józanésze, az egész homeopátiás történet, egyébként történet. Egyébként voltak ilyen tüntetések, hogy homeopátiás nyugtatókból, érted, ilyen kilószámra ettek emberek, és nem lettek nyugodtabbak. Egyre mérgesebbek lettek. Persze, hogy mérgesebbek lettek, mert nem hat. Nem hat. Ez a szkeptikusok társasága volt éppen, és hogy ekkora biznisz, érted? Tehát van egy molekula benne, és az kurva drága. A gyógyszeripar egyből ráharapott. Valószínűleg az e-cigarettával ez a probléma egyébként, hogy valami ilyesmit ki kéne nekünk is találni, és akkor a végén kőgazdagok lehetnénk belőle. Na, tehát, hogy van egy dolog, amit a józan paraszti ésszel végig gondolsz, akkor jó, és nem egyszerűen nem lehet ledugni a hatóság torkán. De a homeopátiát lebírták dugni, érted? Meg most olvastam az akupunktúrát, és hogy most végre már bebizonyították, hogy semmilyen hatása nincs azon kívül, hogy jó összeszurkálod magad. Esetleg, hogyha migréned van, akkor talán egy picivel jobb, mint hogyha semmi. Igen, mert jobban fáj a tűszúrás, mint a migrén, tehát erre a nagy kalapács is tökéletesen megfelel egyébként. Én a bokárúgást akartam. De érdekes, itt is van WHO felhang az akupunktúra kapcsán, mert a WHO az teljes mellszélességgel. Nagyon jó, nagyon jó. A tanulmányát, hogy ez a világ legjobb dolog, kvarcóra is a szeret. Tehát kegyél óta, úgyhogy tolni, tiszta erőből. Hatalmas. Tele vagyunk ilyen hülyeséggel, amik a tudomány és a józanésszel szembe menő dolgok, és akkor leállunk egy ilyen dologgal vitatkozni, hát nem, egyszerűen nem fér a fejembe.
De persze, érted, hát egyrészt az akupunktúra, másrészt a homeopátiás gyógyászat is olyan történet, ami egyértelműen belefér a köpönyege alá a gyógyszeriparnak, tehát azt mondják, hogy hú, nagyon jó, mostantól ilyen dobozokat is fogunk gyártani, meg kis tűket is, és akkor juhé, és ebből... Igen, csak az a probléma, hogy miközben a hagyományos orvoslás vért izzad azért, hogy újabb, jobb és biztonságosabb technológiákat, műtéti eljárásokat, gyógyszereket, igazi gyógyszereket dolgozzon ki, addig az elkeseredett emberek elkezdenek hinni ilyen baromságokba, és már csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már késő. És mi a felhang? Hülye orvos, nem tud meggyógyítani. Érted? Tehát irdat egyébként iszonyatos piac. Tehát az valami elképesztő, mint az emberek többet költenek ilyen baromságokra, mint mondjuk tényleg nekik kellő orvosságra, vagy olyan dologra, amire szükségük van. Nem, vesz egy mágneses ágytakarót, mert az mindenre jó. Érted? Persze, csak hogy az embereknek ez remekül kiegészíti az addigi orvoslást. Tehát ez egy ilyen komplementer történet, tök jól el vannak. Ezzel szemben viszont az elektromos cigaretta mit csinál? Megrengeti a évtizedekre visszamenő státusz quót, emberek dohányoznak, emberek megbetegednek, nyelik a gyógyszert, majd meghalnak, az állam megkaszálja a pénzt innen is, onnan is. Tehát ezt a státusz quót rengette meg az elektromos cigaretta. És még messziről úgy is néz ki, mintha dohányozna a szarházi. Igen. Lenne erről pont a héten negatív tapasztalatom, de majd valahogy burkoltam, körbeírom, hogyha egy olyan pontjára írunk az adásnak. Jó, akkor én ezt még elmondom, hogy már lassan itt van az ideje, amikor lehűl kinn az időjárás ezen a környéken, és amikor kimész az utcára, akkor látszik a leheleted, úgyhogy legyenek szívesek, tiltsák be, hogy az emberek télen, közterületen, szabad levegőt vegyenek, mert úgy néz ki, mintha dohányoznának, és ez újra normalizálhatná a dohányzást. Egyetlen egy megoldás van, Krisztián, te ezt még nem tudod. Én holnap megyek a szabadalmi hivatalba egyeztetni a WHO-val. Ezt úgy hívják, hogy kilégzett levegőhűtő készülék. Én tehát, azt hittem, azt mondod, hogy téli alvás, vagy téli álom. Nem, az is jó, de ez pontosan a kinti levegő hőmérsékletére hűti le a leheletedet. Ez kötelező lesz, kérlek szépen, és ha kell, ha nem, föl fogják írni, és le fogják vonni a TV támogatásokból. És aztán beperlik, és kiírtják az összes medvét, mert hogy ők meg megkerülik ezt. Ezt saját maguk oldják meg. Aljas módon. És nem tudjuk, hogy egészségesebb az alvás a téli álom. Minden medve ezennel tiszteletbeli vaperrélet alatt. Én még azért egy picit ózkodok attól, hogy a kilégzett levegőnek a többi embertársamra milyen hatása van, tehát ilyen másodlagos, harmadlagos tüdőből kiáramló levegőnek van-e valamiféle kártékony hatása, de majd ez ügyben még vizsgálatokat fogunk végezni. Hát ha nem mosol fogat, akkor azért és igen, a másodlagos jelleg azért erős. Szén-dioxid. Ne már. Hát viccesz. Hát azt nem lehet túlélni. Úgyhogy ilyen szintű károsanyag kibocsátás, amit az emberi szervezet produkál. Ugye? Tiltsuk be az emberiséget azonnal. Azonnal. Hát igen, jó így, ha megindul az ember fantáziája az abszurditás vonalán, mert a kis egészen egyszerű a párhuzamokat felfedezni, hogy mekkora blőd. Van még hova fejlődnünk. Igen. Vigyázzál, mert ezzel csak ötleteket adsz. Hajrá emberiség. Hát miért, ahogy volt régen füstadó, hát most miért ne lehetne kilégzett levegő adó? És a sportolóknak többet kell fizetni. Az sokkal. Erről lesz egyébként egy cikk, ugye a tisztul-e a tüdőt, ha elcikizel kapcsán. Viszont amire át akartam térni, az a, amit említettünk itt a helyreigazítás kapcsán, ez a fiatalok rászokása, avagy nem rászokása, és van itt egy tanulmány, uraim. A tanulmány az a nursinginpractice.com-on jelent meg, és
és leírja, hogy mit végeztek. Ugye nem találtak bizonyítékot arra, hogy az elektromos cigaretta ösztönözné a fiatalokat, a gyermekeket, hogy később a dohányra rászokjanak. És itt az előző autentikus 30-as tesztközönséggel szemben itt 4000 darab 11 és 18 éves között fiatalt kérdeztek meg 2013-ban és 2014-ben. Mármint, hogy a hozzáállásukat a dohányzáshoz és az elektromos cigaretta használatához. Na most ez a tanulmány kimutatta, hogy akik, tehát azok a fiatalok, akik jelenleg is, már úgy jelenleg, hogy akkor adott pillanatban hagyományos cigarettát szívtak, nagyobb valószínűséggel tértek az e-cigarettára, mint azok, akik soha nem dohányoztak. A legtöbb rendszeres vagy alkalmi e-cigaretta használó az már a 90%-a előtte dohányzott, tehát úgy dohányzott, hogy már kipróbálta, vagy aktív dohányos volt. 90%-a. És a fiatalok 91%-a még soha nem próbálta az elektromos cigarettát, és 2%-a a gyerekeknek még a dohányt, tehát a hagyományos cigarettát sem próbálta ki. Arra nem tért ki a tanulmány egyébként, bocsánat, illetve a tanulmány nem rögzítette azt, hogy akik rendszeresen igénybe vették az e-cigarettát, és mondjuk előtte nem dohányoztak, tehát ilyet nem tudott megállapítani. 2013-ban 94%-a mondta a fiataloknak azt, hogy nem áll szándékában elektromos cigarettát használni, 90%-ra csökkent 94-ről egy évvel később. És 1%-a mondta a fiataloknak azt, hogy esetleg elektromos cigarettát használnának a jövőben, a többi pedig bizonytalan volt. Itt kitérnek még persze sok-sok mindenre, amit az adás ideje szűke miatt nem tudunk most végig olvasni, illetve én nem tudok itt szinkron tolmácsban lefordítani nektek, de jól mutatják ezek a számok is azt, hogy amiről sokszor beszéltünk, ez nem kapudrog, azért, mert valaki elektromos cigarettát szív, nem fog rászokni nem cigarettázóként a cigarettára, viszont az látszik a számokból, hogy azok a fiatalok, akik kipróbálták, és szkeptikusan azt mondták, hogy ők nem vépelnének a cigarettát fölváltva, ez a szám százalékos arányban ez csökkent a kipróbálás után, ergo nem cigarettáztak utána. Tehát jól látszik, hogy ez pont az, amit mi mondunk. Tehát azért nem fog senki rászokni a cigarettára, mert elektromos cigarettázott, de ha cigarettázik, és kipróbálja az elektromos cigarettát, akkor a véleménye is meg tud változni erről az egészről. Ez pedig jó dolog. Az. Ámen. No. Nagy csönd. Ámen. Nem, közben utána olvastam, hogy a tüdőtisztulás volt már. Tehát az vagy bent ragadt a podcast felsorolás, vagy nem tudom, de arról én beszéltem a jó mozgorába. Így történet is az iPhone-os. Igen. Toscsaj. Jajajaj. Az csak bent ragadt az egy sor, de link sem volt ott. Igen, mert alatta volt kifejtve. Ja, ja. Azért az szörnyűséges egyébként, hogy e-cigarettához miket kötnek már lassan, tehát már most az is kérdés, hogy az e-cigaretta kapudrog lehet-e mondjuk a kábítószerek világába, érted? Mert ugye volt már rá példa, hogy kokain, heroin ízesítésű e-cigarettákat árultak, és hogyha egyszer megkóstolja a gyerek, akkor ezért, nem tudom, akkor zöldséget se egyen szerintem. A kokain és heroin fogyasztók az íze.
Az ízem, igen. Igen, én is erre tippelek egyébként, hogy gyerekkoromban nem szoktam rá valami a kanalas orvosságra, pedig kurva sokszor kaptam, de mert szerintetek ez hogy működik egyébként, hogy kokain ízű akármi, e-cigaretta? Feltenném a kérdést, honnan tudod, milyen ízű? És itt egyrészt persze azt sem felejtsük el, hogy aki ilyeneket gyárt, az kiváltképp a jelenlegi zivataros elektromos cigaretta helyzetben ilyen dolgokat dob a piacra, az kvázi házhoz megy a pofonért. Ezzel nem igazán segíti elő az ügyet. Azonnal az összes ügy rára. Oda néz, heroinos lesz az összes ecig is. Úgyhogy nagy az úrállatkertje. Ezt azzal is meg tudom erősíteni, ami a 10-es pontban van. És akkor nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek, amikor az M plusz egyedik Facebookos e-cigarettával foglalkozó magyar csoportban megjelenik egy olyan kérdés, hogy ki tudja, e-cigit külföldön is árusítják? Írásjel, vesző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, nagybetű, ne várjunk ilyeneket. Ki tudja, e-cigit külföldön is árusítják? Nem, volna, nem hogy... olyan, mint a Rubik kocka. Csak nálunk létezik. Volna, ebben a formában Rubik. Csak nálunk létezik. Igen. Nem. Ezt én már ott is írtam, hogy szerintem ezt teljesen félreértitek. Ez egy vaper haiku. És ezt úgy kell felolvasni. Ki tudja, e-cigit külföldön is árusítják? Vagy valami hasonló. Vers mindenkinek. Vers mindenkinek. Vers, azért felolvasok onnan egy pár kommentet. Eléggé hülye kérdés volt, itt van egy weboldal, külön e-cigihez kategória, eBay is. Kérdezőnek a másik kérdése, eBay az egy település? eBay Vác után van egy kicsivel. Nem Vác előtt? Mondjuk attól függ, hogy honnan nézzük. Szóval, igen, ez, hogy mondjam, ilyen unaloműzőnek jó olvasni, csak ilyenkor mindig megrémülök, hogy mi van, hogyha ez tényleg komolyan gondolja. Nem, szerintem ez egy fizetett, ez fizetett hülye, tehát nem. Fizetett troll. Troll. Én magam ahhoz, hogy ez egy gyöngyszem vaper haiku. Hát ez az. Krisztián, ezt valamelyik mododra vést föl. Igen, ez lesz, igen. Egyedi, ki tudja, egy cigit külföldön is árusítja? Tudod, ez a félnetek nem kell. De talán még a hátamra is tetováltatom így a lapockáim közé keresztbe. Ilyen gótbetűkkel. Igen, és tudod, mikor éppen tárogatsz az edzőteremben, akkor lehet majd olvasni igazából. Igen. Igen. Az első ember, aki engem edzőteremben lefotóz, az megkapja az összes szettemet. És írd alá, hogy EB-en lakom. Igen. Na de hogy valami nagyon komoly dologról is beszéljünk, már úgy komoly, hogy lépjünk túl a filozofáláson, hiszen itt van egy új készülék, megfelelő csend, komolyság. Nem tudom, hogy úgy csapunk. Várjál, akarok ilyen. Hallod a kis lábak kaparását? Hát, csak nem az kara beúszok. De! Becses nevén ganajtúró. Becses nevén ganajtúró, igen. A Smoker Store gyártásában csináltak egy ilyen, ezt sosem tudom eldönteni. Mondjam azt, hogy meha, kvázi meha, fetes kapcsolós elektronikával rendelkező meha. Rezgőmotoros. És egy érdekes készülék. És hát csak annyit mondok, hogy maga az ellenállása kevesebb, mint 2000 ohm. És a kapcsolás 30 amperig lehetséges. Ma láttam egy videót, 0,08 ohmot próbálták le. Úristen, hát az hatalmas. Hát én ezt biztos, hogy 0,05 fölött kétszer, nem fog. Kétszer megnéztem. Jaj, Blacky meg fog minket feszíteni.
Nem ezért jó, azért jó, és mert nagyon pici, és mert ilyen önmegvalósításban is érdekelt emberkék a kezükbe vehetik, vehetnek hozzá színes gyűrűket. Csirik Lacinak van zöld, ha elfogy a zöld, akkor még mindig van lila, hajrá ute, piros, Kispest az Isten, és 18.350-ben azt mondom, hogy egy szép drippel a saját GT-je nagyobb, mint maga az eszköz. És nulla, az, amit mondta, az a 0,008, az ugye, vagy 0,08, az ugye elborult szám, de 13 század ohm a minimum ellenállás, amit ez meg tud hajtani. És készenlétben 1 tized milliamper az, amit fogyaszt. Most ráírják, hogy max működési feszültség 4,5 volt, de nekem már vannak terveim a teleszkópos toldóval ezzel. Úgyhogy én ezt már nagyon várom. Péntekre elvileg itt van Dudánál, és azonnali hatállyal föladja, és készül a teszt is, és örömködés. Nekem nagyon megdobogtatta a szívemet, de aztán szomorúan úgy kellett döntenem, hogy nem. Ez a meha, de nem meha dolog, ez egy kicsit elbizonytalanított engem. De plusz... miért? Nem tudom, mert szerintem onnantól kezdve ez már nem meha. Tehát kvázi, minthogyha egy ilyen egy túl egyszerűsített kikket tennének bele. Ne, semmilyen, nem, semmilyen nem. Szabályzás nincs benne. Nem tudom, hogy nincs benne, azért mondom, hogy egy végtelenül leegyszerűsített kikket tennének, tehát egy minimál elektronika van benne, és nem tudom, nekem ez onnantól kezdve egy ilyen hibrid-szerű valamivé vált az én fejemben. És... Kikerüld a kapcsolók problémáját. Hiszen ennek a kapcsolónak kisebb a vesztesége, ennek a kapcsolónak, mint egy új, vagy egy karbantartott talpkapcsolós mehának mondjuk. És a jó dolgokat megtartották, tehát ha megnézed a talp részét, egy ugyanakkor a bazi nagy érintkező felület van, mint az ájban. Mi volt egyébként az, amit itt adás előtt mondtál, fenntartást? Egy gyönyörű íve volt az egész dolognak. Ja, igazándiból nem is ez volt a fő probléma, az, hogy meglátom abból a szögből megfotózva, ami az 5-10-es csatlakozót mutatta, és amire én mindig ki szoktam kelni, hogy egy mehamodot kiváltképp Kínában terjedt el ez a történet, ugye, hogy egy gyönyörű szép mehamodot hogy lehet elbaszni azzal, hogy egy egófejes 5-10-es menetet raknak rá, és akkor megláttam ezen a gyönyörűségen is az egós 5-10-es csatlakozót, és akkor így összeomlott bennem egy világ, hogy ezt miért? Ki fog erre bakker egy helixet tekerni, de komolyan? Egy német készüléken egy kínai csatlakozó. Biztos vagyok benne, hogy a csatlakozó is német, és rendkívül persze, csak most... készítve, csak ez a, mint jelenség, hogy egy módkészülékre ego csatlakozós 5-10-et, ez nekem ez kiveri a biztosítékot teljesen. Szerintem egyébként nekik is az lesz a következő, ez egy ilyen köztes állapot szerintem, és a következő, amivel ki fognak jönni, az majd egy olyan kazán lesz, ami natív csatlakozó, és egy olyan készülék lesz, ami natív csatlakozó. És akkor a kettőt összetekered, és meg lesz a tökéletes. Mi egyébként a natív csatlakozók nagy barátjai vagyunk, mert az 5-10 már szerintünk is ezekhez a méretekhez elavult. Tehát egy 22-23-as átmérőjű kazánhoz mit akarunk egy 5-10-es csatlakozóval? Kicsi, igen. Kicsi. Leszettük az 5-10-ből a keresztvizet. De gondoljátok végig, hogy ebben milyen, micsoda jól felépített marketing van. Megcsinálták a GT-t, aztán megcsinálták hozzá méretben passzolóan elektronikával az AI-t, aztán megcsinálták ezt a kvázi meha Scarabeust, maradjunk csak jó magyarosan a ganajtúrónál, majd a következő, amivel szerintem ki fognak jönni, ugye, az a saját csatlakozós kazán, amivel boldog leszel,
mert lesz valami átalakító, hogy 5-10-zel is tud használni, de akkor leszel igazán boldog, mikor kijön az Eye-ból és a Scarabeus alias Ganajtúróból a natív csatlakozó, és mit fogsz tenni? Instant get érzésed lesz, le akarod cserélni a régi készülékedet egy faceliftelt újra, ergo még 2-3 termékciklus simán benne van, csak ebben a két készülékben. Kicsit olyan, mint a LucasArts-tól vették volna. Igen, a Csillagok háborúja 4, amit egyébként azt Blackinek, Blacky biztos, hogy tudja, tehát neki ezt nem kell mondani, úgyhogy ezt csak nektek mondom, hogy a legelső mozivetítésen ez még nem volt. Tehát nem volt Csillagok háborúja 4, nem így kezdődött. Aztán gyártottak belőle ilyen marketing fogást, hogy ez már a negyedik rész. Úristen, és mi van az első háromban? Nem, nem, én nem erre gondoltam. Én a lemez kiadásra gondoltam, hogy általában ezt úgy szokták csinálni, kiadják a Csillagok háborúját felirattal, szinkron nélkül. Aztán ja. kiadják szinkronnal, aztán kiadják szinkron nélkül a rendezői változatot, felújított digitális anyám. 5 év múlva kiadják a digitálisan felújítottat, aztán a kimaradt jelenetekkel együtt. Várjál. Digitális rendezői változat. A kimaradt 14 másodperc. Igen. És várhatod és lesedet, hogy hol. Na, ugyanak szerintem ezzel ez lesz. Jó, azért igazándiból senki ne essen kétségbe, vagy senkinek ne szoruljon össze a életében a záróizma. Ez azért ugyanúgy tájfun, úgyhogy nem egy szírszar dirib darab valami, hanem egy nagyon zúzós készülék, abban biztos vagyok. Az, hogy nekem nem nyerte el a tetszésemet egy-két dolog miatt, az egyik ráadásul egy megmagyarázhatatlan hülyeség, az ne érdekeljen senki. Egyébként ez az a kategória, amit az előbb beszéltünk, ez a már-már tömegben gyártott, nagyon minőségi termék. E fölött én még tudnék pozícionálni egyet a kis darabszámban manufaktúraként gyártott. Tehát hogy tudjuk hova helyezni. Na de, majdnem 1 óránál tartunk, úgyhogy szerintem mit szólnátok hozzá, hogyha ráugranánk a olvasói kérdésekre? Ugorjunk, igazából ami van, az átgörgethető a jövő hétre is. Jó. Ami még hátra maradt. Föl is tenném akkor az első kérdést, Ziegler Feri kérdezte, hogy külföldi... Drága jó Ziegler Feri, ezúton is köszönjük az összes híredet. Igen? Igen. Igen. Én meg szeretném megköszönni, hogy közbevágtál, ezzel is megtörvén a ritmusomat. Tehát, Ziegler Feri, köszönünk mindent. Külföldi rendelés EU-n belül és kívül, mit lehet, honnan és mit nem? Fastec nem szállít akut. Krisztián még hozzátehetné, hogy az új EU-s szabályozással ez hogyan változik meg. Mármint, hogy a Fastec nem szállít akut. Nem. Ja, nem tudom, mire gondolt. Erre egy nagyon rövid és tömör válaszom van, ami az összes kérdést megválaszolja egyébként. Igen. Ki tudja, egy cigit külföldön is hárusítani? Elnézést. Látod, Krisztiánt az valami eszméletlen magasságokba emelt ez a haiku. De nem nagyon komoly úrokat pendített meg ez az ilyen. Minden podcastre fogunk egy haikut keresni a neten. Ezek jó, után. Én leszek a lelki ismerete a hallgatóságnak, akkor neki megyek. Külföldi rendelés EU-n belül és kívül. Mit lehet, honnan és mit nem? Alapvetően EU-n belül ugye közösségi országokból bármit rendelhetünk, máshonnan is persze. EU-n belül, amit megrendelünk, azután nekünk nem kell semmi más vámot, áfát fizetnünk magánforgalomban sem. Tehát olyan, mintha bemennénk a sarki e-cigi boltba, és onnan vásárolnánk. Az, hogy mit nem, meg Fastec nem szállít akut, ugye tisztázzuk, akkor Fastec Kína, Shenzhen, és a nem szállít akut nem azért nem szállít akut, mert egyébként szállít akut, hogyha olyan kiszállítási móddal kérjük, hanem a
szállítók miatt. És akkor itt a DHL, FedEx, USPS és az M plusz 1 variációja a szállítóknak, ők nem vállalják el azt, hogy lítium akkumulátorokat szállítsanak, mert azért van abban veszély, hogyha egy rosszul csomagolt akkumulátor önálló életre kell. M plusz egy videót már mi is beraktunk, hogy mit tud okozni egy ilyen akkumulátor, és ugye ez mint egy ilyen öngerjesztő folyamat, akkumulátor, akkumulátor mellett csúnya. Tehát ezért van az, hogy valaki nem vállalja be külföldről. Egyébként most úgy állunk, hogy... Kell tenni, bocsánat, itt különbséget kell tenni, aközött, hogy nem hozzák, vagy nem engedik be, és az a nem hozzák kategória. Igen, igen. Tehát azt mondom, hogy maga a szállító cég mondja azt, hogy... És ezért marad az, hogy marad a drága DHL, aki elő tudnám megint venni, hogy hány oldalnyi brossúrát kell nekik bemutatni mindenféle eséstesztekkel, meg minden szírszarral. És ezt meg nem vállalják be, ennek a bevizsgálását mondjuk az importőrök, illetve importőr onnan exportőr, tehát ő nem vállalja be, mert megnövekednének a költségei, egyszerűbb neki máshogy. Na, Krisztián, hozzátenné még valamit az új EU szabályozással kapcsolatban, ez hogy változik meg? Hát itt alapvetően az van ugye, hogy a NAV az, amit már nagyon sokszor elmondtunk, hogy egyre nem térnék ki annyira, jogellenesen üldözi a nikotinos holmit. Úgyhogy itt igazándiból a nem a fene gyerek, hanem a mostoha gyerek ebben a történetben a nikotin tartalmú holmi. Ezért, hogyha bárki bármit rendel Európán kívülről, és Amerika, Ázsia, ezek, akkor az mindenképp keresztül megy a vámolási eljáráson, és a NAV rá fog ülni, és csesztetni fogja, hogyha bármiféle gyanú van, hogy elektromos cigaretta, és nyilatkozni kell még egy... Bocsánat, igen, ezt egy tripre is nyilatkozni kell, hogy te büntetőjogi felelősséget tudatába kijelentett, hogy már nincsen benne. Ebben picit javítanálok. Na. Ilyen esetekben nem kell, hogyha a csomagban feltüntetve, tehát írásos nyoma van, hogy, és ott van, ott szerepel az a szó, hogy likvid, vagy bármi gyanújuk felmerül, hogy ebben folyadék is van, akkor nyilatkoztatnak téged. Általában egyébként még a vámkezelési eljárás megindulása előtt nyilatkoznod kell erről, mondjuk a DHL-nél, hogy a csomag nem tartalmaz, illetve hát arról nyilatkoztatnak, hogy lehet az likvid, hát ez szó ne essék róla, lehet likvid. Te arról nyilatkozol, hogy nem nikotinos. Igen, igen. Lehet, hogy azóta javult a helyzet, és blőtt hülyeségeket már nem kérdeznek, de én nagyon sok olyan sztorit hallottam, amikor olyan készülékekre, tehát konkrétan készülékekre kellett ugyanezt a nyilatkozatot megtenni, amiről egyértelmű, hogy nincsen benne nikotin, mert egy ego aksiban nincsen nikotin. De mindegy. De hogy alapvetően ez van. Az EU-val meg az van, hogy ugye az EU az nem kerül be a vámolás alá, az EU-s rendelés, és innentől kezdve nem megy át ezen a történeten, és ezért nyugodtan lehet rendelgetni. Nekem az a személyes gyanúm, hogyha átmenne ezen az eljáráson az EU-s megrendelés, akkor ugyanúgy ráülnének arra is, és csesztetnék, de alapvetően jogszabály, semmi nemű jogszabály nem tiltja, hogy az EU belül lesz megrendel. Az új EU szabályozás, hogyha érvénybe lép, akkor ugye ott van egy olyan kitétel, hogy a tagállamok saját hatáskörükben megtilthatják a határokon átívelő elektronikus kereskedelmet, és onnantól kezdve meg már nagyobb bajba leszünk, mert hogyha ezt egyes tagállamok meglépik, ami egyébként homlok egyenest ellen megy az EU alapelveivel, de mégis, hogyha ezt meglépik, akkor onnantól kezdve egészen más a tészta. De alapvetően EU-n belülről nyugodtan lehet rendelni, mert hogy ez egy szabadforgalmas termék. Akár itt mondjuk arra is ki lehet térni, hogy reklámot nem csinálunk, de nemrég jött egy kör e-mail egy magyar shoptól, aki kihelyezte, áthelyezte, külföldön is nyitott, nem tudom, mi lenne a helyes megfogalmazás, de immáron délebbi szomszédainktól is lehet nikotinos folyadékot rendelni. Nem Magyarországról, megint nem a mi adóforintjaink fognak nőni. Na mindegy, ez túlmutat ezen a kérdésen. Tovább mennék Tatár Tamás kérdésére. És ez pont időszerű lesz. A hűvösödő időjárás és a szabadban gőzölés, valamint a téli előkészületek téma érdekelne. Ki hogyan készíti fel a készséget, mit változtat, ha változtat, és hol hordja, hogy óvja? Én pulóvert kötök neki. És Krisztián nem viccel. Hát ugye azt érdemes tudni, hogy a hűvösödő időjárás
azt eredményezi, hogy a folyadék besűrűsödik egyszerűen. És ez pont olyan egyébként, mint nyáron, mezei hogy... hőtágulás. Nyom. Bocsánat, nem hallottam, mert beszéltem. Mezei hőtágulás. Igen. Pont olyan egyébként ez, mint a nyár. Ott a likvid melegszik, és folyósabb lesz, télen kicsit sűrűbb. Amivel lehet játszani, az a propilén-glikol és a glicerin aránya. Kicsivel több propilén-glikol, kicsit folyósabb lesz, a lakásban lehet, hogy nem ideális, viszont ha kimegyünk és tartósan kint vagyunk, akkor nem fog hirtelen besűrűsödni a dolog. Vagy, ahogy Krisztián is mondta, picit túlzóan, ugye, hogy pulóvert köt neki, egy pamut zokniba berakja az ember, a zsebbe hordod a motort, zsebbe hordja, mellén zsebbe, kabát zsebbe, autóban, és akkor nem lehet. Akkor lehet gond esetleg, hogyha hirtelen ugye a kinti hidegből bemegy az ember egy meleg lakásba vagy az irodába, mert ott meg fölmelegszik, és ami kint jó volt, az bent ugye folyósabb lesz, és akkor van az, hogy van maga alá pisil a készülék, de ezt helyes készüléktartással, vagy egyszerűen csak befogjuk a lyukat, vagy úgy tartjuk, hogy ne húzza lefelé a gravitáció a likvidünket, ez kiküszöbölhető könnyen. Vagy lehet téli kazánváltásra is általános. Há, igen, épp azt akartam mondani, hogy egyrészt ugye ezt kazánja válogatja, hogy milyen kazán, hisz mekkora a puffere, stb. Stb. Jó, de hát akkor arra is ki lehetne térni, hogy mi van, hogyha egy 5 millis tájfunban már nincs akkora légrugó, vagy nagyobb légrugó van, mert mondjuk igen, és félig van. Tehát itt... Mi van, hogyha az északi sarkon elcigizel, tehát nagyon sok ilyen téma van még. Igen, de hogy tehát ez ilyen ökölszabályként azt el lehet mondani, hogy ilyenkor a puffert mondjuk, ami egy akármilyen, mondd már mi ez, rayon, cellukotton, vagy vatta, azt egy picit lazábbra hagyjuk, és a likvidből meg mondjuk egy kicsit pégésebbet használunk. Van olyan shop, ahol ezt ki lehet választani. Aztán, hát illetve magad is tudod szabályozni, tehát ha veszel egy kevés PG-t, meg egy kevés VG-t, akkor ki tudod kísérletezni, hogy melyik az, amelyik jól érzi magát odakint. De ezt az odakint problémát én még egyszer hangsúlyozom, nem tartom olyan őrült nagy problémának. Tedd zsebre a mododat, ne fölemelt kézzel, viharos szélbe próbáljál meg vépelni. Amikor már elkezdi az ember szívni, akkor meg egyébként is a kazán fölött megmelegszik a likvid. Tehát azért Magyarországon nem ilyen mínusz 30 fokok rohangásznak. Jó, nem. De hát ezt azért mondod, mert neked ez a természetes, valaki meg hólapátolás közben szeretne vépelni, és ott nyilván már... És lóg a nyakába a cigaretta, és folyamatosan hideg van, hát igen. Télen zsebre kell tenni a módot. Nagy, és itt is érvényes az örökzöld megoldás, téli álmat kell aludni. Igen, nem menjünk kellett. Tovább, mert sose végzünk. Volt itt egy ilyen gavronnak, hogy arra gondol, hogy házi modok készítése, praktikák, ötletek, felhívás házi modok gyártására, megfelelő biztonsági bla 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 bla. Én azt mondom, hogy ezt nem támogatom, ne biztassunk senkit arra, hogy kókányoljon, építgessen. Hát legalábbis így egyáltalán nem támogatjuk. Nem, én hogy sehogy nem, beszéljük, úgy nem támogatom, hogy mi erre ne adjunk ötleteket, mert aztán utána ez visszaüt. Hogy mert te azt mondtad, hogy ami nekünk beválik, az másnak lehet, hogy nem, sőt, biztos, mert hát... Mert tényleg sok változós az egyenlet, tehát ezt a hogy építsünk, meg mit szerezzünk be, ezt én nem pártfogolnám. Viszont... Otthon ne próbáljátok ki. Még egyszer? Otthon ezt ne próbáljátok. Mátya, bocsánat, mert rossz fordítva volt. Mizsei Mátyás kérdezte, hogy elgyengült aksikkal mit kezdjünk, hova kell vinni, kell-e valamit csinálni előtte, mert hogy, ez engem is nagyon érdekel. Mert hogy egy mégse egy ceruzába való, vagy mégse egy órába való kis gombelem, vagy hogy ezt is oda kell ledobni. A legjobb tudomásom szerint
igen, nyugodtan lehet oda dobni. Én legalábbis a munkahelyen a használt akkumulátor gyűjtőbe szoktam dobni, hiszen a mobiltelefon akkumulátorok számára ez van kijelölve, az pedig dettó kopra ugyanez. Tehát azok is lítium akkumulátorok, amit oda behajítunk ezekbe a mindenféle plázákba, meg sőt, bemegy az ember bármelyik telefonboltba, tehát MediaMarktba is van. Tehát ott is, tehát ilyen Telekom, Telenor, Vodafone, ilyenekbe bemegy az ügyfélszolgálatra az ember, és ott biztos, hogy ki van rakva egy ilyen, mert mindenki, mindegyik cég figyel a környezetére. Tehát ennyit az elgyengült aksik kezeléséről. Abban nem menjünk szerintem bele, hogy lehet felújítani, hogy egy kis extra delejt adni. Fölösleges. Nem kell ezzel játszani. Jó. A Gavron föltette a kérdést, levesek tárolása, hűtő, nem hűtő, mikro, érlel, ízvesztés, színváltozás, stb. Én erre azt a gyors választ adnám most is neki, meg amit meg is írtam neki, hogy ezt bizony egy kétórás Monstre podcastben Mystic Petivel kibeszéltük. Javasolnám, hogy nézd vissza az adásmenetet, Gavron, és ott erre is megfelelő infókat. Egyébként kapni. Erre egyetlen mondattal lehet válaszolni. Tárold ugyanúgy, mint a gyógyszert, hűvös naptól, fénytől védett helyen. Pont. Ennyi. Igen. Nem kell hűtőbe tenni egyébként. És szerintem már jóval túl vagyunk az egy órán, úgyhogy még egy kérdésre van idő szerintem, és aztán zárjuk be a mókát, mókatárat. Azt Mely? Pedig Rácz Béla tette föl. Oh. Nem is kérdés igazából. Jó lenne megértetni a sok okos és segítőkész véperrel, hogy a nikotinnal kapcsolatos tanácsaikat, kérdéseiket és beszerzési forrásaikat ne nyilvánosan különböző Facebook csoportokban tárgyalják ki. A Facebook csoportok adminjai pedig lépjenek fel keményebben, és ha kell, töröljék ezeket a témákat. Amit le is írt, beírja egy kezdő, hogy honnan és miként lehetne ezt vagy azt beszerezni, ebből 10 ráírják, hogy keverjen magának, mert az olcsóbb, egyből, tehát ez tényleg, ti is észrevehetitek, hogyha olvassátok, hogy 10 komment után mindig arra lyukadunk ki, hogy rendeljél a Fastekről egy mehamodot, mert az olcsó, ráraksz egy kájfunt, és keverd magadnak. És 10 perc alatt mindenki olyan expert, hogy utána, hát tudod, kettőt kérdezés profi vagy. És utána ő fogja adni a blődebbnél blődebb tanácsaikat, tehát ettől szerintem... Tehát ne keverd magadnak, mert kurvára nem lesz olcsó. Egyrészt, mert ha nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor előbb-utóbb mindegyik levesed a lefolyóba fogja végezni, tehát kidobott pénz az ablakon. Kettő, szerintem, ha valaki most kezd, az mindenféleképpen bekevert levest használjon, mert az valamiért ugye jó. Tehát az egy kész cucc. Ha elkezd magának kevergetni, akkor egy idő után azt fogja mondani, jaj, de szar, ez az elcigés le fogja tenni. Tehát ezt mindenkit óvok, hogy a legelején, amikor gyakorlatilag abban a fázisban van, hogy el fogja hagyni a hagyományos cigarettát, az e-cigaretta kedvéért. Nem leszokik a dohányzásról, hanem vált egy szerintünk jobb, értelmesebb alternatívára, ne keverjen. De igen? Elmondom, tehát ez az analógia az üvegtigrisből, mikor a cingárt megkérdezik, hogy mi ez a szaxofon, meg bicikli. Volt egy Warburgom, ezt eladtam. Ezt vettem belőle, ezt a szaxofon, meg egy kottát. Ami meg azért jó, mert jó. És akkor néznek cingire, és azt mondják, hogy igazad van. Ez is ugyanolyan. Valaki írta egyébként, és akkor tényleg ez az én mondandóm vége, hogy addig, amíg mindenki megnézi frissen a szokásait, és nem fogyaszt, mondjuk, ez ilyen tök egyszerű szám, egy hónapban egy decinél több likvidet, addig totálisan és teljesen fölösleges kevergetnie. Addig megveszi, és egy csomó bosszúságtól, pénzkidobástól, csatornaböntéstől megkíméli magát azzal, hogy olyan embertől veszi, és itt hangsúlyozom az olyan embertől, tehát nem Vateráról, nem eBayről,
nem OLX-ről, meg nem az anyám tudja milyen aukciós Jófogás. portáról, jófogásról, Jófogás, igen. mindenféle szemcseppentős flakonokból, amire rá van írva egy cettire, vagy alkoholos filce, hanem magyarországi vagy külföldi shoppokból, akik már valószínű lehúzták ők is azt a több liter szar likvidet, mondjuk ki, ami nem sikerült nekik. Más kárán, hogy mondják ezt? Hülye ember a sajátján, okos más kárán tanul. Én pont ezért a saját bevált ízeimet azt nem is erőltetem. Van benne egy csomó misztikum, úgyhogy ha málna, akkor ott nincsen tréfa. A többivel meg lehet játszani, de mondom, tehát szerintem ez az egy deci per hó, itt ez alatt teljesen fölösleges. Én abszolút egyetértek, és tényleg ki nem állhatom az ilyen segítőkész kommenteket. Pont a múltkor találkoztam egy ilyennel én is, hogy abszolút kezdő tapogatózik, hogy akkor hogyan kéne, és tényleg az ötödik komment az, hogy tudsz magadnak keverni, az kijön olcsóbban. Könyörgöm, ha valaki, emlékezzünk már vissza a legeslegelejére. Átváltunk, egy csomó újdonsággal kell megismerkedni, egy csomó dolog van, amit föl kell dolgoznunk, hogy másképp működik, odafigyelni rá, jó megtöltöttem, nem töltöttem meg jól, meg ilyesmi. Egy kezdőnek baromira arra van szüksége, hogy minél zökkenőmentesebb és minél egyszerűbb legyen neki az átmenet, és nem arra, hogy belökjük a mély vízbe, és ússzál lesz. És akkor mennyi vegyél tekerőgépet magadnak, meg innen vegyél ilyen kantát, meg akkor tekerjél mikrokoilt, és akkor húzzál bele cellukottont, és akkor itt tudod, mikor két informatikus beszélget, és a horgoló nagymama meg hallgatja, hogy ez miről beszélnek. Abszolút. Én úgy vagyok vele, hogyha az elején nem jó ízeket kóstol az ember, és a jó íz az valóban legyen jó, mindegy, hogy milyen. De ha nem megveszi a boltban, mert sokaja érte azt, amit tudom is én mennyibe került, akkor honnan tudja, hogy milyen a jó? És akkor magának megkeveri, és azt hiszi, hogy jó. És aztán utána engem köpköd, hogy málnát szívsz, és mikor megkóstolja a Pivko Krisztián alias Mujó, akkor azt mondja a fanyűvőben, hogy Charlie, ez jó. Vagy azt mondja a Csirik Laci, félrehív, hogy Charlie, nem mondja senkinek, de ez jó. Na, ilyeneken múlik. Arról nem szabad még szerintem elfeledkezni a kezdők esetében, hogy a kezdő az kvázi még fél lábbal a dohányzásban van, és ott ingerek vannak, és neki használnia kell. És ha használnia kell, akkor kell használnia, mert akkor van ingere. Mikor lesz türelme egy kezdőnek ahhoz, és tisztelet a kivételnek, mert biztos vannak kivételek, de mikor lesz türelme ahhoz, hogy jó, akkor most úgy slukkolnék egyet, akkor most keverek egyet, és várok 2 napot, amíg összeérnek az ízek. Tehát ez nem így megy szerintem. Meg ha visszaemlékeztek, hogy kezdtétek, az elején még az is egy ilyen útvesztő volt, hogy mi az, hogy clearomizer, mi az, hogy kartomizer, meg kazán, meg likvid, meg van valami... Csak, amikor én kezdtem, akkor nem voltak ilyenek, érted? Volt a... Igen, volt, nem volt ekkora válasz. Amikor én kezdtem, akkor jött be az 5-10-es csatlakozó. Hát én még ilyen KRD 808-al kezdtem, na az volt a menő. Kértem ki erre például, mert Gavron ilyeneket is kérdezett, hogy térjünk ki a csatlakozó, és kezdjem el sorolni, hogy 808, meg 510, meg anyám kínja, senki nem tudja. Aki most elektromos cigit akar venni, az vagy azt mondja, hogy 510, vagy azt mondja, hogy ego. Vagy hogyha vesz valami saját extrémebb, vagy nem extrémebb, csak mit tudom is, egy kuzit, akkor azt mondja, hogy ott a hibrid verziója. De fölösleges belezavarni az embereket. Aztán majd megjön a tudáséség, vagy nem. Ha megjön, akkor utána olvas, vagy hallgatja a podcastot. Igen, akinek affinitása van ilyesmire, és kíváncsi rá, az előbb-utóbb féle egy másfél év múlva úgyis neki el kísérletezni, és kinyílik a csipája, aki meg nem, azt meg kár összezavarni ezekkel a dolgokkal. Valószínűleg mindenki, aki elcigire vált, egy dolgot akar használni. Kurvára nem érdekli, hogy ő neki hogy kell tekerni, meg hogy nem kell tekerni. Egy használható eszközt akar. Majd aztán, hogyha nem tudom is, én kicserélt már 5 betétet, akkor lehet, hogy elkezd rajta gondolkozni, hogy
le kéne egy jobb, vagy találkozott valakivel, akinek van módja. De ezt irányítás meg ismerettség nélkül így a weben beajánlani, hogy hát vegyék iPhone 3.0-át, meg egy csíjút alá, meg egy, hát ez baromság. Én már csak például... azért is, mert például ti is végigjártátok, gondolom, a szamárlétrát, hogy ez most egy hülye szó, de én is kezdtem a még a hagyományos cigikkel, e-health, tudjátok, és ja. Aztán már csak nagy ugrás időben és térben Vivinova a saját kazánjával. Aztán, na ezt most felújítom én, de az se rögtön. Felújítgattam. És aztán utána jött az első RBM, aztán jött az első Genesis-em, aztán jöttek a drip kazánok, aztán jöttek a felújítható tankazánok, és jön, ha az ember akarja, ha meg nem, akkor azt használja, amit készen vehet. Vagy úgy jár, mint én, hogy beleragadok ebbe a mehagélyes összeállításba, és már más nem is szívok. Csak azt nem szabad elfelejteni, mert azt tényleg kevésszer mondtuk. Gavron, köszönöm a következő hozzászólásra, hogy tényleg ez a legutolsó. Modok ápolása, polírozás kihagyjuk, mert ez most hülyeség, menetek takarítása, és akkor a jó választású is lehetne, de ez már megint nincs olyan, hogy jó választás. A modok ápolása, menetek takarítása, VD40 nem kazánba való. És ezzel mindent elmondtam, VD40-nel nem pucolunk, kontaktsprével tisztítunk, vagy chip, bárhogy az ember fölmegy akármelyik webshopba, ott talál ilyeneket, tisztán tartjuk, figyelünk rá, karban tartjuk, nem igénytelenül, csak úgy dobáljuk jobbra-balra, és akkor nagy gond nem lehet. Tisztántartás, karbantartás, az nagyon fontos. Az egyébként meg ego, hát ezt nem, hát én, figyelj, én hetente egyszer leülök, kipucolgatom, eltörögetem, lefertőtlenítem, drippet azt naponta szoktam fertőtlenítővel tisztogatni, mert a szádról csak rárakódnak ezek elhalt a hámsejtek. Elhalt hámsejtek. Nem csak azon nevetek, hogy mindig ti vagytok azok, akik emlékeztetek rá, hogy úristen, de régen pucoltam meg a készülékben. Például a pucolásról jut eszembe, hogy múltkor a Gergőnek panaszkodott, hogy rosszul szelel a GT-je. Átjött, nekem van egy ilyen kis ultrahangos mosóm, beleraktuk a GT-t, beleraktuk az I-nak mindent, amit lehetett. Tehát az összes menetes részt, amiben nem volt elektronika, alsó kapcsolót, drippet. Nem tudjátok elképzelni, hogy 10 perc rezgetés mit kihozott a készülékből. Borzasztó volt, ahogy az a víz kinézett. Na mindegy. Tehát én bedobálom hetente, két hetente a drippeket, meg azokat a tankokat, amiket használok, kirezgetem belőle a dzsuvát, eltörölgetem, megszárítgatom, és utána összeszerelem. Tehát az, amit mondtunk, nem igénytelenül, és nem VD40-et használva, mert az nem kazánba való. Nem is tudom, mit vár a VD40-től egyébként? Tehát, hogy olajozottabban fog működni, vagy... Hát, gondolom, hogy a menet nem fog nyikorogni. Ja. Ez az ultrahangos tisztító, ez most fölpiszkálta a fantáziámat. A Gergőnek is nagyon megtetszett egyébként, én azt karácsonyra kaptam 2 éve talán, pont az e-cigi miatt, hogy a drippekkel ne kelljen szórakoznom a feleségemtől, nagyon örülök neki, azóta is nagy benchben tartom, és megnéztem, hogy valami bődületes árakon mennek ezek. 11-2 ezer forintnál hát, kezdődnek. 15 fölött láttunk olyanokat, mint ami nekem van, és akciósan. Tehát, ja, nézem, mert igen, a 10 000-től egészen a csillagos égig. De szívesen, hogyha bárkinek ilyenje van. Most nem a hallgatóknak, hanem mújó, vagy mit tudom is, én összeszaladunk valamikor, akkor szívesen kirezgetem a dolgaidat. Legközelebbi találkozóra Charlie bérrezgést vállal. Tényleg viszem, mert valaki mondta egyébként, hogy billetboxot akar építeni, és vigye már el, mert ő egy ilyesmit akar. Hát nem lesz az olyan egyszerű, de találkozóra elviszem akkor, és megnézitek. Vagy megnézi az, aki akar. Találtam itt egy ultrahangos tisztítót 1 millió forintért, 42 literes 1500 wattos. Na, azzal aztán lehet. Magyarország összes módját egyszer.
Egyébként nem hülyeség, mert amikor legutoljára az Atmistic-től rendeltem, akkor bedobtam még egy drippet utólag, vagyis hát mondtam, hogy kifizetem, aztán majd rakd bele, és akkor add föl, és utána jött a levél, hogy megjött, már föl is adtam, előtte még azért ultrahangos mosóval kitisztítottam, úgyhogy már emelheted is a szádhoz, hogy megjött a csomag. Tehát a gyártók is ezt használják a mindenféle. Kifejezetten jó lehet az ilyen kínai klónkazánokhoz, amiknek állandóan gépzsíríze van, és egy hétig nem lehet kimosni belőle. De hát én mindig azzal kezdtem. Az ultrahangos tisztító a gépzsírt nem fogja feloldani, tehát ezt mindenféleképpen át kell valami zsírtalanítóval mosni. Úgy szoktam először a csíp. De itt valamosom mellette, ne haragudj, ultrahangos tisztító folyadék, speciális tisztítószer. Ja, hát ha, speciális tisztítószer, de alapvetően ezek az ultrahangos tisztítók ugye leírják, hogy tehát ez nem ipari tisztító, sima patikában is kapható desztillált víz, belerakod és kirezgeti. És mint tudjuk, a zsír desztillált vízben nem oldódik. Nem, igen, de igen. Azért mondom, hogy előtte egy chipsprayvel mondjuk átfújkálja, áttörölgeti az ember, és utána az már igen. Kimossa, az tökéletes. Na hogy maradt még kérdés. Bőven tudunk csemegézni, de ez ne tartson vissza senkit az újabb kérdések feltételétől. És zárásként csak annyit jegyezzünk meg, hogy amit az aktuálisba fölírtam, piros betű, bold, megvastagítva, időpontváltozás. Jaj, igen. Mondja az, aki miatt van. Ez én. Csütörtökeim el fognak romlani, és ezért átkényszerülünk tenni. Voltak annyira jó fejek a srácok, hogy belementek, hogy tegyük át az adás péntekre. Így aztán pénteken élvezhetitek majd a továbbiakban a podcastot. Ez mind miattam van. Mondjuk úgy, hogy a továbbiakban pénteken élvezhetitek búgó hangunkat, és reméljük, hogy ebből jó is kisül, mert hogy akkor a pénteki friss infókkal is gazdagodik majd az adásmenetünk. Meglátjuk majd, hogy tudjuk összeegyeztetni az időpont. Nehéz háromunknak három életvitelt összeegyeztetni. Reméljük, hogy sikerül átállnunk. Aztán majd időközben korrigálunk. Úgyis sokan panaszkodtak, hogy csütörtökön van ilyen-olyan podcast, meg kipufogó, vagy mi az Isten, égéstér. Úgyhogy ezennel átköltöztetjük hordáinkat a pénteki napra. Ez a mai az utolsó, most így ahogy úgy gondoljuk, hogy most ez az utolsó így csütörtökön, jövő héttől már pénteken fogunk jelentkezni, hogyha Isten is úgy akarja, és sikerül egyeztetnünk időpontokat. Igyekszünk. Egy óra 33, ez egy ha! Foci meccs kompletten, szünet nélkül, plusz még mondjuk rádobott 3 percet a bíró, mert sok volt a vetődés. És 33. És 33. Krisztusi korba léptünk. Meg is adtad az adás címét. Krisztusi korba léptünk, vagy Krisztusi igen. Korban? Korba. Nem úgy, csak ennyi, hogy Krisztusi korban, vagy Krisztusi korba Krisztusi léptünk. Korban. Vagy Krisztusi korba léptünk, vagy nem jobb, tudom. Mint szarba. És akkor maradjunk ennyiben. Ahogy a régi rendőrvic mondja, még jó, hogy nem léptünk bele. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszönjük. Sziasztok!